Sziasztok, hölgyek, urak! Eltelt még egy hét, tehát itt az ideje a következő lufis videónak. Ezt a kihívást most Máté kérte tőlem. Mégpedig azt szerette volna látni, mivel amúgy Star Wars lázban még mindenki, csináljunk egy Boba Fettet lufiból. Hát Máté, azt hiszem, hogy nincsen semmi akadálya, úgyhogy Luke, készen állsz? Mert ez a... Vágjunk is akkor bele. De ne csak hajtogassuk meg Boba Fettet lufiból, készültem nagyon sok lufival, hanem szeretnénk nektek pár szót mondani is róla, ki is ő, honnan jött, mit csinál, meg úgy egyáltalán. Kevesen tudják, hogy Boba Fett igazából kicsoda is. Ismerjük őt, kultuszfigura, meg is van a rajongótábora, viszont nagyon kicsi az a Star Wars réteg, vagy az a Star Wars rajongó réteg, akik tényleg ismerik is őt, és tudják is, hogy honnan jött és ő kicsoda. Tehát próbáljuk meg összeszedni pár pontban, hogy ki is volt ő. De mielőtt bármiből belekezdenék, kell hozzá egy zöld lufi, ugyanis ebből fog elkészülni először a sisakja, amihez majd piros fog kelleni, és egy kis sárga. Hatalmas kultusza van Boba Fettnek, pedig, ha hiszitek, hanem igazából csak egy epizód szereplő, leszámítva a kiterjesztett univerzumban betöltött szerepét, mindössze 4 sor szövege van, illetve összeadva is épp hogy pár másodperces megjelenése, mégis valamiért egész nagy kultusza alakult ki. A sisakjának először a felső részével fogom kezdeni, hogy ezt a nagyon ikonikus fekete-piros keresztet a sisakja arcán elején meg tudjam csinálni. Tudom, még most kevés látszik belőle, de ide jön majd a kereszt, és a teste, ez egy óriási figura lesz. Jango Fett először a klónok háborújában jelenik meg, ugyanis kevesen tudják, de ő is egy klón igazából. Ugye az összes klón, mint azt tudjátok, Jango Fett bérgyilkos vagy fejvadász klónja, ugyanígy Boba Fett is, csak Jango Fett őt kiemeli a klónok közül, és nem építik bele a génjeibe azt az apró kis gyorsan felnővésért vagy öregedésért felelős gént, amitől pár hónap alatt egy klón bevethetővé válik, ezért Boba Fett emberi léptékben öregszik, tanul és szokik bele a világba. Éppen ezért Jango Fett neveli föl egészen 10 éves koráig, amikor is egy Jedi harcos vagy Jedi mester megöli Jangót, az apját. Na hát, srácok, azt hiszem ez a legtöbb, amit most ki tudok belőle hozni. Szerintem viszont ez is eddig nagyon jó. Ígyni. Szóval, miután Jango 10 évesen elveszíti édesapját, bosszút esküszik az egész Jedi rend ellen, többször harcol Darth Vader oldalán. Kevésbé köztudott tény, hogy azon kevesek közé tartozik, akit még Darth Vader is tisztelt, bármennyire is nehezére esett. Boba Fett ellenben nem tisztelte Darth Vadert, habár egymás mellett harcoltak, őt is egy legyőzhető karakternek, egy legyőzhető szereplőnek tartotta. Jöjjön most viszont a teste. Ha jól látom, a teste felső páncélzat zöld, viszont a lábai szürkék, illetve a keze is, meg majd lézerpisztolyt, lézerpuskát is teszünk a kezébe. Ígyni. Tudom, hogy eddig ebből még elég kevés látszik, ide jön majd a feje, és ide jönnek még a lábai, illetve a páncélzatának a részletét ki kell pótolni, meg jön majd egy öv mindenféle apró kis kütyűvel, illetve, ha jól látom, ide a vállára egy sárga páncélrész is jön majd. Jöjjön a lába.
itt lesznek majd a térdei, illetve a cipője jön majd ide. Eddig így néz ki. Mivel Boba Fett csak epizód szereplő volt, ezért a rajongók hatására George Lucasban is fölmerült az ötlet, hogy fel kéne valahogy támasztani Boba Fettet. Na jó, de mikor halt meg? Emlékeztek a bevezetőben arra a videó részletre? Na ott, amikor Luke-ék kiszabadulnak, Boba Fett is beavatkozik a konfliktusba, és belezuhan, és felfalják. George Lucas is kitalálta, hogy fel kéne valahogy támasztani, a Jedi visszatérben volt is róla szó, viszont George Lucas úgy gondolta, hogy Boba Fett feltámasztása és az újbóli bevezetése a történetbe nagyon elvonná a figyelmet a fő cselekményről, mert mindenki úgyis csak arra figyelne, hogy Boba Fettel mi fog történni, vajon hova fog menni, hogyan fog alakulni a sorsa, ezért senki nem figyelt volna szegény Luke-ra és Darth Vader-re. Így aztán Boba Fett halott is maradt. Kell majd hozzá zöld Luffy. Ezekből a golyókból lesz majd a mellvértjének az izomzatot utánzó része. Jöjjenek most a kezei, mert hát ugye ez most még itt nagyon-nagyon csúnyán néz ki. Most már vannak kezei, még lézerpisztolyt kell csinálni, illetve befejezni, meg egy nagyon fontos dolog, nincsen hátul még jetpackje. Jöjjön most a jetpack. Szóval, Star Wars rajongók, eddig így alakul a dolog, hiányzik még a lába, meg egy-két apróság. Valami ilyesmi. Na, eddig szerintem egészen jól néz ki. Igazából lassan kezdünk a végére érni. Van minden, ami így első ránézésre kell. Van mellvértje, van szürke nadrágja, van rakéta hátizsákja, van lézerpuskája, még az övén lehetne egy picikét finomítani. Így most már sokkal menőbb. Szóval, hölgyek, urak, az eheti kihívás a Star Warsból Boba Fett volt. Hogy sikerült, az döntsétek el ti odalent, a komment szekcióban nyugodtan hagyjatok nekem üzenetet, hogy szerintetek hogy sikerült, mit csinálnátok másképp, vagy esetleg mit szeretnétek a Gergő Luffy-s világában legközelebb viszont látni. Addig is engedjétek meg, neked is kedves Máté, hogy bemutassam Luffy-ból Boba Fettet. Van minden, ami kell hozzá. Van lézerpuska, van felszerelt öv, van mellvért, van válvért, van sisak, van antenna, van rakéta hátizsák, és van csizma. Kedves Máté és kedves mindenki, remélem tetszik. Ha úgy gondoljátok, hogy sikerült ezt a kihívást teljesítenem, nyomjátok meg a like gombot. Ha szerintetek annyira nem sikerült jól, vagy ti esetleg valamit másképp csináltatok volna, nyomjátok meg a dislike gombot.